Első alkalommal nyílt kiállítás a Taut Józsefné bonyhádi amatőrfotósnak a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban Völgységtől a Dűnékig címmel. A tárlatot Ritzel Zoltán természetfotós nyitotta meg. A kiállításnak mindig az a célja, hogy esztétikai ingereinket késztesse. Volt egy kollégám, Vercer azt mondta, hogy az a fotó nem is jó fotó, amelyiket ő nem irigyli. A 75 éves asszonyt középiskolás kora óta foglalkoztatta a fotózás, ugyanis ekkor kapta meg az első filmtekercses fényképezőgépét. A fotózás az úgy belém ivódott, számolni kellett, hogy mennyi pénzt kapok a szüleimtől filmre, és ebből 16 képet szabad csak kihozni. És ez akkor megmaradt, de igaziból 10 éve lett először nekem digitálisan, utána rögtön egy tükörreflexes, és azóta kinyílott a világ. Egy tükörreflexessel, és a lehetőség, hogy ronthatok. Ronthatok, vagy a következő pillanathoz szebb. A fotós legszívesebben a természet szépségeit kapja lencse végre. Imádom a természetet. Örökké kerékpároztam, örökké túráztam, tehát eleve be voltam oltva úgymond a szépséggel, az erdővel, mezővel, folyóval, fényekkel. És nagy szerencsém van avval, hogy itt nálunk a mi körzetünkben nagyon jó fényviszonyok vannak, például Ladományban, Hónigon, Szálkán. A képeimet úgy is válogattam össze, hogy szinte ilyen 30 kilométeren belül vannak a mi körünkben, hogy lám, itt élünk a csodavilágban. Hát ez úgy történt, hogy a gyerekeim kitalálták, hogy anyának a születésnapjára legyen egy kiállítás, és ezt én, amikor megtudtam, akkor már a plakátom fent is volt. És nagy traumaként kezeltem, de itt nem volt szabad már visszalépni, hisz a művházat nem hagyhatom cserbe. A másik megbántottam volna a gyerekeimet. És akkor azt mondtam, hogy jó, összekapom magam, és hát a képeimet fotóstársaim, barátaim azért a klubból ismerték, és úgy gondoltam, akkor tegyük a nagy közönség elé. Négy évig lestem, még nem egyszer. Egy hajnalon elém jött ez a deres róka. Rókára régóta vágytam, etettem és kint Ladományban, mert azért a vadászok mondták, hogy róka bőség van minden. Láttam is, sok rókás képen van, sok rossz rókás képen van, és kint ültem egykor a hajnalban. És akkor úgy érzi az ember a zsigereibe, hogy valami van körülöttem, és gyönyörűen besétált a tisztásra. Valószínű megérezte az idegen ember jelenlétét, és jött velem szembe, és igaziból valószínű illatot szagolt, de nekem akkor úgy tűnt meg most is, meg hogy beleüvölt a holdba talán, és a rókás az egyik kedvenc képem. Érdekes világ, nagyon sok örömet okoz nekem, sok fájdalmat, mert azért kint ülni hajnaltól déli 11 óráig hidegbe, jégbe, vannak éjszaka, sőt még félni is szoktam éjszaka, de kint vagyok. Bár a tárlat nagy népszerűségnek örvend, az alkotó mégis azt mondja, a közeljövőben nem tervez még a kiállítást. A képeimet dédelgetem, mint egy gyereket. Lehet, hogy egyszer majd a 85. születésnapomon meg fog érni bennem, de nem, egyelőre dédelgetni kell, gyűjtögetni. Mert hát a Zoli be is dobta, hogy emberfotózás. Vannak jó kép. Peim, hát jó szó, de egyelőre nem, majd 85. születésnapon.